Sziasztok! Itt vagyunk most a Tokod Epszönyi Motocross Endurocross pályán. Ha megnézitek, ez egy gyönyörű környezet, 60 hektáros terület, ahol hivatalosan lehet motorozni. Ennek a pályának van hivatalos engedélye. Minden évben csinálnak itt egy Endurocross versenyt, ami egy magyar és nemzetközi bajnokság. Több Európa bajnokság volt itt. Gyertek ide, jelentkezzetek nálunk, itt hivatalosan, biztonságosan tudtok motorozni. Azért vagyunk most itt, hogy szeretnénk megtanulni motorozni, teljesen a alapoktól. A házat se építsük valójában levegőre, hanem teljesen a alapoktól szeretnénk most kezdeni. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek ezeket a gyönyörű csajokat, akik itt vannak nálunk. Carmen. Sziasztok! Laura. Sziasztok! Claudia. Sziasztok! Vagy. Hello! Mi négyen, hárman kezdünk majd most itt motorozni, tanulni, és akkor elkezdjük. Biztos láttatok már valami jó motoros motorozni a pályán, aki nem igazán tud, vagy nem tanult motorozni. Nem volt az a szerencséje, hogy valaki megtanította volna motorozni. Ez általában úgy megy, hogy úgy áll ezen a motoron, mint egy csapling. Próbáljátok ki te is, csajok? Próbáltok elmenni egy 2-3 métert, mint a Charlie Chaplin. Persze, aki ismeri a Charlie Chaplin. No, biztos tehezebb, mint hogyha visszamegyünk, és visszasétálunk teljesen természetesen. Ugyanúgy a motoron is úgy állunk, mint hogyha sétálnánk. Kihúzzuk a vállainkat, kinyomjuk egy kicsit dolgokat, és valójában teljesen egyenesen állunk. Három pozíció van a motorozásban, amit ismerünk. Egy a utazó pozíció, próbáljátok meg. Könyökök kint vannak, hát egyenes, és valójában állunk a lábtartón. Van egy gyorsulási pozíció, az a második pozíció, mikor előre hajulunk, szinte ráhajolunk, vagy ráfekszünk oda a szivacsra első kormányon. Olyankor, mikor gázt adunk, nagy gázt adunk egy erős motoron, nem akar minket hátul elveszteni valahol, hogy leessünk a motorról. Van még egy harmadik pozíció, ami a fékezés, vagy amikor a dombról megyünk lefelé. Olyankor így valójában egy kicsit kitesszük a lábunkat, mint hogyha ráülnénk a hátsó ülésre, és akkor ugyanúgy nem fordul át a motor velünk, ne vesünk előre. Ez a három pozíció van, és van még egy úgynevezett speciális pozíció, mikor kanyarodunk. Merre szeretnétek, csajok, kanyarodni? Balra. Melyik a bal kezetek? Mutassátok meg. Igen, balra fogunk kanyarodni, köszönöm, most már én is tudom, hogy ez a bal kezem. No, egyetlen egy pozíció a terepmotorozásban, amikor ráülünk a motorra, az az, mikor vesszük a kanyart. Hogyha balra fordulunk, kitesszük a bal lábunkat, elkészítsük valójában, hogyha megcsúszna első kerék, hogy le tudjuk így dobbantani, ebben megmentsük azt, hogy elessük, és a külső lábunkkal terheljük mindig a lábtartót, jó? Úgyhogy valami ilyesmi pozíció, majd megpróbáljuk motoron is, most csak szárazon. Nagyon sok ember nagyon görcsösen kézzel kapaszkodik abba a motorba, és utána ekkora a keze tőle, mindenkinek beáll alkarja. Miért van ez? Azért, mert a kezünk gyöngébb, mint a lábunk. Ezt most próbáljuk, demonstráljuk. Egy olyan kérésem lenne hozzátok, csajok. Három fekvő támaszt kérnék, hogyha lehet. Jó, csinálom veletek, szolidaritásból. Nem, mint hogyha bírnám, de próbáljuk meg. Azt mondja, egyszer, kétszer, háromszor, igen. Köszönöm. És próbáljunk meg egy ugyanezt lábbal megcsinálni háromszor, akkor menjünk. Egyszer, kétszer, háromszor. Na, mi volt az egyszerűbb? Hibolás. Nagyon jó, köszönöm. Még egy hiba, amit gyakran elkövetnek az emberek, hogy a lábtartón, a láb közepén, nem tudom, segítsetek nekem, hogy hívják ezt a lábnak a részét, állnak. Vagy próbálnak állni. Lábfejen, igen. Akkor minden egyes mozdulata, ütése a motornak átviszi az ember testén a gerincébe, és azért van, hogy itt van szét a gerince, meg itt van szét a gerince a motorosoknak. Nagyon egyszerűen lehet kiköszöbölni, próbáljuk meg. Próbáljátok háromszor ugorni teli lábon, jó? Egyszer, kétszer, háromszor,
és most úgy, hogy itt a lábfejeteken, jó? Egyszer, kétszer, háromszor. Érzitek a különbséget? Igen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ha úgy éreztétek, hogy érdekesek vagyunk számotokra, nézzétek meg a második, harmadik és a többi részünket is. Köszönöm, sziasztok! 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 Sziasztok!